községünkbe is elterjedt a kurziós mozgalomnak a híre, akkor egyre több cigány vett részt ebbe a mozgalomban. Tulajdonképpen ez egy keresztény mozgalom, ahol tényleg minden ember egyenlő. És dekolórát. Ez a mi elszavunk. Színes, pompás az élet. És nem szabad elcsükkelni semmibe, akármi baj van. Színes pompásnak kell magunkat érezni, vidámnak. És a cigányok jelképének ez nagyon hasonló, mert mi, ha bánatunk van, akkor is sírunk, nevetünk, ha örömünk van, még jobban. És az úgy látom, hogy ez mi ránk jellemző, kurziósokra, meg a cigányokra. Sziasztok! Sziasztok! De jó, hogy jöttem, pedig nem akartam jönni. Négy gondi van, négy testvér. És akkor ez nincs? Nem baj. Na baj. Úgy sem mehet 10. Úgy kéne, hogy 8 menne. Szia! Szia! Én 5 éve vagyok kurzilós. Ez olyan dolgokat adott nekem, hogy álmomban se gondoltam volna. Hogy én majd, hogy engem így fognak szeretni. Olyanok is, akik igazgatók, tudósok, tanárok. Csak akiket tőlem felebb, de van nekem olyan is, aki tőlem primitívebb, szegényebb, sár. Én nekem egy 5 éves vagy egy 10 éves gyerek is kell is azt mondom, hogy szevasz. Szóval nem tudom őket, hogy magázzanak. Vagy. Most ezek az emberek is, Isten ezt adta, hogy ilyen közvetlen legyek velük. És hogy engem egy magyar megpuszíjon, akkoriban, hogy úgy sose gondoltam volna. Cigán-magyar ellentét volt, de mióta bent van a kurzió, azóta már nincs, hála Istennek. Elfogadnak minket, meg mi se vagyunk a lobbanékonyok, hogy most bántsuk őket, hanem őt is meghallgassuk, és akkor jobban megbírtjuk érteni. Hát hiába röhögöm, mert ez így van, legalábbis én szerintem. Megértjük mi is őket, meg aztán ők is, mert ott megpróbáltunk azt a szeretetből hozni az, amit Egerbe kaptunk a 4 napos lelki gyakorlat, vagy hogy kell ezt mondani nekünk, az volt. És akkor hazahoztuk ide a magyarságba, hiába először rosszul fogadták, de már most teljes mértékben elfogadják a cigányokat, szeretetbe, ők is hozzánk, de mi is sokat azért, amire régen azt mondtuk, hogy na most kapni fogod, már most azt mondjuk, hogy ráhagyjuk, hát mit érdekel, mit mond rólunk. De régen mondtam, hogy még nem voltunk kurziók, biztosan vágtam volna én is, ez a másik, és ez a fegyelem, az a kurzió visszahúz. Na, amikor elmegyek a kurzióra első este, megültem, ezek gyakorlat. Na, minek jöttem én ide, akkor kedvem sem volt ide jönni. Ez igaz. Mondom, na, hogy látjának, na, Matya, én megyek haza. Hát minek még így? Hát, na, mit keresek innen sok paraszt között? Pinc. Azóta együtt fogtuk kárfőt. Na, de maradjál, na, aztán lefeküdtünk. Egyszer álmomban megjelen Jézus. Így a képe. Az a Géza, te neked itt kell maradni, nem mész haza, itt fogom maradni. Fülöfögre, mondom, atyának, na, atyám, ezt is ezt álmodtam. Na, Géza azt mondta, az én nem mész, mert szamít az, azt mondja Jézus. Na, mondom, akkor én sem megyek haza. Azt hiszem, megáldotta a Jóisten ezt a szendrőládot. Biztos, hogy így van, mert embertársaimon keresztül nagyon sokat kapok az Úrtól. Úgy érzem, hogy ő általa sikerül. Még ha nehéz is, néha nehéz napjaink is vannak, mert ugye nem vagyunk egy olyan kiemelkedő, úgy mondom, hogy anyagilag is éljük a mi hétköznapi életünket, de
a jó Isten mindig velem van, mindig velünk van. Köszönöm neki, hogy így törődik velem a jó Isten. Szinte mindent megold számomra. És ehhez kell az imádság, amit nagyon sokat szoktam imádkozni. És meghozza a gyümölcsét. De Colores. Tulajdonképpen hát a falu is egy közösség. Úgy, és akkor hát egy közösségben meg tényleg csak úgy érzi jól magát az ember, hogyha tesz is azért, hogy vagyis hát beismeri, hogy én ennek a közösségnek a tagja vagyok. És akkor itt csak úgy lesz jobb az életem, vagy úgy fogom jobban érezni magam, ha teszek is érte valamit. Hát én már régtől álmodoztam róla tulajdonképpen, hogy kellene a cigányokkal valami színdarabot előadatni. Mert hát tehát tulajdonképpen időm van a könyvtárban, és akkor mert az emberek keveset olvasnak, de valamit hasznosítani akartam magam, hogy valami hasznosat. Aztán szóltam itt az egyik fiatalasszonynak, tehát, és akkor hogy válasszuk ki, hogy mégis mit. Én hoztam színdarabokat, aztán ő mondta, hogy mi lenne, hogyha van ez a baba, ő így mondta, nem is tudtuk sokáig a címét, a baba, és akkor, hogyha ezt játszanánk el, elhozta a kazettát, megnéztük, na jó, és akkor úgy. Hát a fő célja ennek az volt, hogy a magyar emberek is megismerjék az ő értékeiket, hogy nagyon sok csodálatos érték van bennük, és akkor ezáltal is, hogy segítsük az egymás mellett élés, ők is ismerjék meg a magyarokat, talán hát most csak bennem ismerték meg, mert egyedül én voltam velük sokáig, és hogy ezzel is segítsük az egymás mellett élést, mert hát úgy tudjuk egymást igazán szeretni és elfogadni, hogyha megismerjük egymás értékeit, hibáit, de a hibáit el tudjuk nézni az embereknek, hogyha az értékeit ismerjük. Jó. Jó, te? Most teljesen mindegy. Ja, jó. Jó van. Oké. Mindegy, szerintem, hogy melyik oldalra van, mert... Na hát akkor most már lehet. Figyelj rá! Egy tallaggal kell lesz. És a madzaggal átkötöm, hogy... Jaj, megint a jó! Van még egy szeket, vagy egy kendő, amelyiknek ideig van. De most ezt hagyja, figyelj! Megint jó, figyelj, de volt. Eljött az idő, hogy eljön közénk a messiás. Ilonka néni. És oda jelenne meg neki az angyal, és meg se kínolna.
mozdítani azt a széket, és akkor ele... Na de már ott áll, de az is hallottam, hogy cigány, akkor én, vagy láttam, akkor átmentem a másik oldalra, és semmilyen kellemes érzelmi élményt belőlem nem váltott ki soha egy cigánynak a látványa, szóval én féltem tőlük, utáltam őket, nem szerettem őket, és most a kurzió révén megkaptam az Istentől azt az ajándékot, hogy szeretem őket. Gyönyörködök bennük, és meglátom azokat az értékeket, amelyeket ők hordoznak. Én akkor még nem tudtam, hogy a cigányokkal hogy van, mint van, én nem ismertem őket, én akkor kezdtem el velük találkozni, és akkor egy életre szóló receptet írt nekem Horváth Józsi. Egy mondat volt benne, hogy élek, nem felejtem el. Mindig meghatódok, ha eszembe jut ez a mondat. Hogy Marika, ne csinálj semmit, csak szeresd őket.